Szalagvágás nélkül adták át ma a forgalomnak a Szássebes és torda közötti autópálya kettes szakaszát. Ezzel folyamatosá vált az összeköttetés az észak és a dél autópálya között. Miután személyesen tájékozódott a helyszínen, a Szássebes és torda közötti autópálya kettes szakasza munkálatainak előrehaladásáról, Szorin Grindeánu közlekedésügyi miniszter elrendelte, hogy a szakasz nyissák meg a forgalom előtt. A szakasz ugyan még nincs teljesen kész, hisz vajasd mellett az egyik oldalt földcsuszamlás miatt nem tudták befejezni, ezért ezen a részen másfél kilométeren át a forgalom 2022. április-májusáig mindkét irányban egy-egy sávra korlátozódik. Ennek ellenére az átadással így is sokat segítenek a tövis környékén sok esetben beduguló forgalom folyamatosát ételén. For Nincs ünnepség, nincs szalagvágás, ezeknek most nincs helye. Az államnak 30 éven nagy az adóssága a polgárai felé, ezért döntöttünk a megnyitásról, mert még várhattunk volna ugyan vele, de kihasználatlanul maradt volna az elkészült rész. Ott voltunk, ellenőrzéseket végeztünk, meghoztunk minden biztonsági intézkedést, és megbeszéltük a minisztériumi kollégákkal a teendőket. A százsebes torda közötti autópálya kettes szakaszára a szerződést 2014-ben írták alá, és az eredeti tervek szerint 2016. októberében kellett volna befejezni, de mivel a kivitelező több akadályba ütközött, máig sem készült el maradéktalanul. A mostani megbeszéléseken vállalták, tavasz végéig befejezik a még hiányzó másfél kilométeres félsávot is.